Ma már minden házi orvoshoz eljutott a kínai vakcina, el lehet kezdeni oltani vele. Erről is lesz szó mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. Zajlanak a tavaszi fasori munkálatok, több helyszínen is végeznek ifítást, gallyazást. Március 1-től megújított tanterv és vizsgakövetelmények a motoros oktatásban. És új játékosokat utánpótlás toboroz a Patkó Sirma Művészeti Iskola Sportegyesülete. A Városi Televízió szerdai híradóját látják. Jó estét kívánok! Ma már minden házi orvoshoz eljutott a kínai vakcina, el lehet kezdeni oltani vele, mondta ma az országos tiszti főorvos. Müller Cecília azt kérte, oszlassuk el a félelmeinket az orosz, valamint a kínai vakcina iránt, hiszen több mint 30 millió embernek beadták már a világon ezeket különösebb probléma nélkül. Egyértelműen a járvány harmadik hulláma zajlik Magyarországon. Annak is egy felszálló szakaszában vagyunk. Ezt igazolják a járványügyi adatok, amiket ma is ismertetett Müller Cecília. Az elmúlt 24 órában 2855 új koronavírusos beteget regisztráltak, és elhunyt 102, többségében idős, krónikus beteg, 407 ember van lélegeztetőgépen. A védőoltások beadása folyamatos, van akihez már tegnap, de ma már minden házi orvoshoz megérkezett a kínai vakcina. Átlagosan praxisonként 50-55 fő beoltására elegendő vakcina érkezik egy-egy praxisba. Most már bizonyosan minden házi orvos olthat, akinek esetleg korábban nem jutott vakcina, és nem tudta elkezdeni a védőoltások beadását. Nem minden praxisba ugyanannyi oltóanyag érkezik, hiszen az függ a praxis összetételétől, függ az idősek számától, illetve attól, hogy az egyes házi orvosi körzetben hányan regisztráltak védőoltásra. A tiszti főorvos beszélt az orosz és a kínai vakcina megbízhatóságáról is. Kérem szépen, hogy minden félelmüket oszlassák el a kínai vagy az orosz vakcinák iránt, hiszen több mint 30 millió embernek beadták már ezeket a vakcinákat, különösebb probléma nélkül. A következő egy hétben, mint említettem, hogyha a tervünknek megfelelően tudunk haladni, és ehhez az önök együttműködése feltétlenül szükséges, akkor több mint 368 ezer embernek be tudjuk adni a vakcinát. Az idősek közül 275 ezeren kaphatják meg a kínai vakcinát, 52 ezer idős személyt tudnak beoltani Pfizer vakcinával a kórházi oltópontokon, a 60 év alattiak közül pedig 41 ezer fő kaphat AstraZenecát a következő egy hétben. Bárki szavazhat arra a 175 kórházi dolgozóra, akiknek márciusban összesen 100 millió forintos felajánlást fog eljuttatni a Magyar Kórházszövetség bevonásával a Fogjunk össze az egészségügyben dolgozókért és családjaikért kezdeményezés. Szavazni már lehet természetesen ceglédi egészségügyi szakemberekre is. A www.kórházszövetség.hu és a www.fogjunkössze.hu oldalakon elérhető az a szavazórendszer, amelybe akár Google, akár Facebook loginnal be lehet lépni. Ezt követően először a tagintézményt, majd a kategóriát, orvos, szakdolgozó, nem betegágy mellett dolgozó kell kiválasztani. Végül sor kerülhet a kiválasztott kórházi dolgozó nevének megadására. A legtöbb szavazatot kapott 175 kórházi dolgozónak márciusban összesen 100 millió forintos felajánlást fog eljuttatni a Magyar Kórházszövetség bevonásával. A Fogjunk össze az egészségügyben dolgozókért és családjaikért kezdeményezés. Mentesülnek a bölcsödei térítési díj megfizetése alól a három vagy több gyermeket nevelő szülők, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter ma a Facebook oldalán. Novák Katalin úgy fogalmazott, sok szülőnek jelent segítséget, hogy bölcsödébe adhatja gyermekét, a kormány ezért bővíti a bölcsödei férőhelyek számát, emeli a bölcsödei dolgozók fizetését és javítja a bölcsödék finanszírozását is.
Novák Katalin ma közösségi oldalán tett közzé videót, melyben úgy fogalmazott, mentesülnek a bölcsődei térítési díj megfizetése alól a három vagy több gyermeket nevelő szülők. Mindemellett a gyermek a bölcsödében ingyenesen is étkezhet, így havonta gyermekenként akár 10-17 ezer forinttal több marad a családoknál. Ilyen ingyenes bölcsödei lehetőség nem sok helyen van a világon, hangsúlyozta a miniszter. Novák Katalin azt mondta, sok szülőnek jelent segítséget, hogy bölcsödébe adhatja gyermekét. A kormány ezért bővíti a bölcsödei férőhelyek számát, emeli a bölcsödei dolgozók fizetését és javítja a bölcsödék finanszírozását is. Zajlanak a tavaszi fasori munkálatok, a város több helyszínén is végeznek ifjítást, gajazást a következő időszakban. Forgalom korlátozása, lezárásokra kevés esetben kell majd számítani, mondta el híradónknak a Várva Kft. Főkertésze. Gajaznak, ifítanak és legvégső esetben a már menthetetlen betegfákat vágják ki a szakemberek a városi fasori munkák során. Minden év tavaszán és ősszel is elvégzik mindezt, hogy a fák és növények minél szebbek és egészségesebbek legyenek. A jó idő beköszöntével el is kezdődtek a tavaszi fasori munkálatok, hiszen még a vegetációs időszak előtt szeretnék befejezni a munkát, mondta a Várva Kft. Főkertésze. Most elkezdtük a Várkonyi István utca, Csutak Kálmán utca sarkán a kezelési munkálatokat. A város több helyszínén vagy pontján fel fognak a kollégáim bukkanni az elkövetkezendő pár napban. Most ezen a héten 3 napot fogunk dolgozni, és majd a jövő héten folytatni fogjuk a munkákat. Ez most nem olyan nagy lélegzetvételű, mint az őszi fasori munkálatok. Körülbelül olyan 40-50 helyszínen fogunk megfordulni. Leginkább ifítás, gajazás zajlik tehát. Parkolók, utak lezárására sem kell sok esetben számítani, kivéve majd az Ady Endre utcában az orvosi rendelők előtt, ahol a biztonságos munka és a szállítás miatt lesz szükség korlátozásra. A levágott ágak egyébként természetesen most is a Várvak telephelyére kerülnek majd. Ezek minden esetben a mi Kőrösi úti telephelyünkre kerülnek be, és majd a következő év folyamán krízisfa, szociális tüzelőfaként kerülnek kiosztásra. Ugye ott a családsegítővel közreműködve történik ez az egész művelet. A tavaszi fasori munkák tehát elkezdődtek, és a tervek szerint március 31-ig befejeződnek. Március 1-től megújított tantervi és vizsgakövetelményeket teljesítve szerezhetnek jogosítványt a motorosok. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium alapos szakmai előkészítő munka és egyeztetési folyamat eredményeként korszerűsítette a képzést azért, hogy minél kevesebb baleset érje a motorosokat. Kimagaslóan magas a motorbalesetekből adódó halálok száma, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium úgy döntött, hogy újításokra van szükség. Ennek eredményeként március 1-től a motorosoknak egy új, sokkal komplexebb és összetettebb pályán kell majd rutint szerezniük és vizsgázniuk. Gyurinka Róbert, motoros oktató az eddigi tapasztalatairól beszélt. Az eddigi rutinpályán valójában egy egyenes kutortesttel végig lehetett menni, be kellett úgymond tanítani a tanulókat. Most olyan elemeket tettek bele, amelyhez igazából egy technikai jártasság szükséges. Ilyen például egy hirtelen ellenkormányzás veszély esetén, illetve a motor leszorítása kanyarokban, ez ugye elősegíti a kisebb íven való kanyarodást, illetve a lassú menetet növelték meg az eddigiekhez mérten képest, hiszen most már 14 méteres távolságon belül kell tudni araszolni 8 méter helyett. Ez ugye segíti a forgalomban araszoló járművek mögötti haladást. Továbbá március 1-től az oktatóknak is be kell tudni mutatni a rutin feladatokat, illetve részt kell venniük a gyakorlati oktatásban, hangsúlyozta Gyurinka Róbert. Tehát a pálya széléről nem adminisztrálhat. Ez egy fontos tényező. Továbbá a forgalomban is ajánlásként fogalmazták meg, hogy oktató motorral kövessük a motorosokat, hiszen például egy buszforgalmi sávra gondolva, ugye a motorosok bemehetnek, a követő személygépjármű nem, tehát előirányozták ezt is, ez nem valósult meg, tehát igazából ez egy ajánlás lett. Gyurinka Róbert örömét fejezte ki a változásokkal kapcsolatban. Szükség volt már erre, mondta. Így a frissen kikerült motorosok kevesebb eséllyel szenvednek balesetet. Ehhez nagyon fontos a megfelelő vezetéstechnika, amire mindig nagy hangsúlyt fektetnek, mondta az oktató.
hiszen a balesetek jelentős része a bonyolult manőverek, az ellenkormányozás, kikerülés vagy a jármű bedöntése kanyarodáskor elhibázására vezethetők vissza. Új játékosokat, utánpótlás, toboroz a Patkós Irma Művészeti Iskola Sportegyesülete. A Startolunk nevet viselő egyesület futsal játékosai már 2 éve részt vesznek az MLS által szervezett bajnokságban, de nem csak a foci, a röplabda iránt érdeklődőket is várnak. Másfél évvel ezelőtt mi is beszámoltunk róla, újabb területen szeretnének bizonyítani a Patkós Irma iskola diákjai. Az NB3-as futsal bajnokságban indultak a megmérettetésen. A csapattól akkor újoncként tisztes helytállást vártak a felkészítők, és persze azért reménykedtek abban, hogy legalább a középmezőnyben zárhatják majd a bajnokságot. A versenyzést és a felkészülést azóta sem hagyták abba olyannyira, hogy már utánpótlás sportolókat toboroznak. Gyakorlatilag bárki jelentkezhet, aki kedvet érez a labdasportok iránt. Minden olyan utánpótlás vagy középiskolás korú gyermek, aki szeret focizni, illetve kicsit jobban belemenne a futszának a szabályba, illetve a játék elemeibe. Nagyon szívesen várok mindenkit próbajátékra, lehet jelentkezni az e-mail címen, és akkor jövünk ide, játszunk egyet, megnézzük. Fiatal szakosztály, de annál több tapasztalattal már a hátuk mögött, mondta Majlát Árpád. Eléggé gyorsan a mélybízbe kerültünk, azért 2 bajnokságon is indultunk. Tavaly ugye az utánpótlás a 17 éves korosztályban indult, idén ez nem indult, úgyhogy szegélyeknek az 20-as korosztályba kell helytállniuk, ami igazából egész szépen helytállnak. Hát annyi előnyünk származik ebből, hogy jövőre ők már kint lesznek, mi meg még ott leszünk, és hát a felnőtt csapat is nagy változásokon megy keresztül, folyamatosan jelentkeznek és igazoljuk a játékosokat, ugye akik már nagypályán fociztak, vagy régebben futszaloztak, úgyhogy az most egész jó megy ez a 2 bajnokság, jövőre azért kicsit magasabbra szeretnénk helyezni a lécet. NB3-ban regionális csoportban játszanak most, jövőre szeretnének az NB3 középmezőnyében végezni. A 4. és 8. hely között célozzák meg az eredményt. Másfél-két év múlva pedig már szeretnének felsőbb osztályba jutni, mondta Majlát Árpád. Ehhez viszont szükség van az utánpótlásra. Legalább 15 fiatalra lenne szükségük. A sportolni vágyó fiatalok a startolunk@gmail.com címen kérhetnek további információt, illetve jelentkezhetnek a szakosztályba is. Maradjanak velünk, híradónk után fogadóra háttér és sporthíradó című műsorunkat láthatják. Ezek voltak legfrissebb híreink, híradóval legközelebb holnap várjuk Önöket, viszontlátásra!